beszélgetni arról, hogy imásben miről mit mesélnek, és miben hisznek ehhez képest. És hát nehéz megállapítani, szóval vannak bizonyos kritériumok, de ez csak úgy körülbelül, úgy nagyjából sejtheti az ember, hogy ezt most csak éppen azért meséltem, mert tudom én, ez egy jó vicces történet. Most meg éppen komolyan hisz abban, amiről mesél. Vannak bizonyos jelei ennek, mondjuk Krisztus szenvedéseiről mesél, vagy állásnak a képeit mutatta nekem a ima könyvébe, és állandóan sírva fakadt Krisztus szenvedéseitől. Na most hát ez nem létezik, hogy ő ilyen, szóval itt ne volna jelen a hit, a mélységes hit. De hogy az is elképzelhető, hogy egy szentről szóló legendát, vagy akár Krisztus legendát, Krisztus és Szent Péter vándorolnak, és mit tudom én, Szent Péter bombát talál. Na most hát ezt ugyanazokkal a szereplőkkel csak egy ismert történetként mondja el, szórakoztató történetként. Szóval, de nehéz, azért nem lehet mindig élesen meghúzni a határt. Gábor. Bocsánat, csak ehhez az ismeret és hit kérdéséhez szeretnék egy családi történetünket elmesélni. Nekem anyai nagyapám református rejtész volt. És emlékszem, nagyanyámról mesélték, hogy anyám egyszer megkérdezte tőle, hogy hát Sándor, hogy is van a halálon túli élettel és a föltámadással. És erre a református papa nagyapám azt mondta, asszonyom, azt senki nem tudja, onnan még soha nem tért vissza senki. De azt hiszem, hogy ez mindennél többet elmond arról, hogy hol van a hit, meg hol vannak az ismeretek. Én szerintem nagyon nehéz külön választani. Próbáltam volna, meg ez katolikus pont. Na most, igen, állítottak fel, például éppen a emlegetett Lauri Honkó hitérték, meg a szövegérték kategóriáját, ennek a mondjuk egy hiedelem mondta, ennek csak szövegértéke van, ennek meg érdekel, ráadásul valóban öreg archivális anyagból próbálta a kontextus nélkül megállapítani ezt, szóval nem megy, nem stimmelnek azok az ítélték meg szövegérték kategóriák. Igen, Gábornak azt akarom mondani, hogy én is azt gondolom, hogy magától fejlődött ez főleg, ahogy mondtam is, ugye éppen a finn kutatókkal kapcsolatban, de azért ilyen külső hatások ezek fontosak. És főleg ezek az interdisziplináris, hogy mondjam, kutatások, ahol ilyen másféle impulzusok, éppen ezt már nem mondtam el a végén a Boszorkány kutatással kapcsolatban történeti antropológiát, ott például ez nagyon fontos volt, hogy más látószögű történészekkel jöttünk össze. Ez nagyon fontos volt. És amit említettem, ez a könyv, ez a Stuartnak a tanulmánya, ez tényleg nagyon, ez, hát a hallgatók közül legalábbis Ági elolvasta, és ő próbált elolvastatni az összes többi, mert ő már tudja, hogy hogy kell gyűjteni. És ez tényleg, ez szóval voltak ilyen hatások. Nem akartam hozzászólni, mert az előadásomban fogok reflektálni a boszorkány üldözéssel kapcsolatos kutatásokra, de ez az ismeretek és hit viszony. Ez egy nagyon jó pofa módon jött elő a mi boszorkány üldözés vizsgálatainkban. Hogy ugye létezett egy ilyen széles körben elterjedt narratív, hogy van az öreg boszorkány. Ezt ugye mi is itt így szoktuk, azt mondja a vén boszorkány. Na most a perek elemzése során viszont az derült ki, ilyen mikroelemzéseket csináltunk, hogy nem öreg. Ezek leginkább ilyen középkorú, erejük teljében lévő asszonyok, akik valamilyen módon, valamilyen szempontból kilógnak a közösségből. És ezek kerülnek nagyobb eséllyel, boszorkányban alá az érdekrendszerű vizsgálatai.
hogy a mögötte megélni és gyakoroljuk a hitünket, vagy azt, aminek megfelelően az életünket viszont, az nem biztos, hogy megfelelődásnak azért. Csak ennyi. Hát nagyon-nagyon szépen kötött. Igen, ironának nem feleltem, de tulajdonképpen az nem is kérdés volt, amire felelnem kell. Köszönöm az adatokat, és valóban nagyon sok ilyen adat hozható fel, amikor őt olvasta valahol, hogy a seprűvel adják át a tudományt, és akkor ezt most alkalmazott saját gyűjtéseimből is tudok, hogy azt mondja, hogy mondom, hogy hogy kell ráolvasni szenverésre, azt mondja, itt van a könyv, és előhúzza az én saját fámos estéteményemet. Meg éppen ott volt seprűnek a boszorkány, hogy mennek-e a boszorkány szombatra a boszorkányok. Azt mondja, igen, hogy vagy hogy mennek. Azt mondja, hát seprűn itt van, és előhúz egy gépet, amit szemére kellett segíteni, hogy abban ott abban olvasta. Szóval ez már így megy. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megtaláltad. Sánta István lenne a következő. Persze, ahogy akarsz. Nincs, csak itt az Istenek kínáltál eltűnt. Köszönöm, hogy megtiszteltek azzal, hogy jelentek az előadásomban. Az előadásom, hát ez egy ötlet volt, nincsen annyira kidolgozott, de szeretném elmondani. Csak igen. Hangosan mondja, jó? Jó, hangosan. Az előadás címe belső-ázsiai kutatás, szibilisztika, szociálantropológia, terepkutatás, idegenben is itt van. Tulajdonképpen magamról fogok beszélni, hogy változott a pozícióm az elmúlt majd 30 évben, és mi tekinthető ebből az antropológiának, mit lehet ebből megfogni, mint antropológia. Megpróbálok belebeszélni, hogy idővel belejön. Az első felvetés az az, hogy tehát látszik az, hogy folyamatosan újra és újra, először nagyon örülök, hogy látok itt több olyan kollégát, ezt még el szeretem mondani, aki különbözőképpen fog kapcsolódni ebbe az előadásban, majd ránézek, hogy melyik példánál, melyik iskola az, ami előtérbe kerül. Tehát tulajdonképpen azt látom, amikor gondolkoztam ezen az előadáson, még decemberben, hogy folyamatosan újra és újra kellett fogalmaznom magam számára is azt, hogy mi antropológia. Én nem is próbálok direkt néprajztudományra reflektálni, hiszen én nem vagyok néprajzkutató, tehát nincs olyan végzettsége, nem rendelkezem olyan készségekkel, viszont rendelkezek mással, és ebből a szempontból talán érdekes lesz az, hogy mi fogható meg ebből.
Tehát folyamatos reflexió volt, folyamatos igényként jelentkezett az, hogy időről időre megfogalmazni magam számára és mások számára is azt, hogy mit jelent antropológusnak lenni, mit jelent az antropológia. Tehát ez a felvetés, amelyik az alapja. A második pont, hogy számomra én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos két dolog. Az egyik az, hogy milyen háttérrel érkezik egy kutató. Tehát milyen tudományterületről, milyen háttérről, hogy jöhet valaki a tudományból, de máshonnan is. És a 90-es évek elején, amikor többen is látom, hogy abból a társaságból jelen vannak, lehetőségünk volt, hogy egy ilyen nagyon széles körű antropológiai ismeretanyagot jussunk a kulturális antropológia tanszéken keresztül. Hát itt felsorolhatnám azokat a tanárokat, akik minket tanítottak, nem sorolom fel, nehogy kimaradjon valaki, de rendkívül sokrétű. Tehát mindenki hozta magát, és megfogalmazta számunkra, hogy számára az antropológia, és ezt próbálta átadni. Hát ebben én a 90-es évek végéig nagyjából 98-97-ig benne voltam, tehát egy ilyen nagyon erős, intenzív átformálás volt ez az antropológia tanszék, és mindenki leszűrte maga számára, legalábbis ez az én megközelítésem, az, hogy számára mi hasznosítható ebből. Ezt azért is mondom, mert én már akkor kijártam számára, a terep számomra létezett, és úgy hallgattam az előadásokat, hogy folyamatosan kattogott, hogy ebből én mit tapasztaltam a terepen, ki hogy interpretálja ezeket a dolgokat. A hátteremnek egyrészt ugye én földtudományokból jöttem, tehát természettudományból, és így kerültem Szibériába, Bajkál környékére, és volt egy az antropológián kívül egy másik szál, ami nagy jelentőségű volt, ez pedig a belső-ázsiai stúdiumok, mondjuk így, Lábler Péter itt ül, aki szintén ennek része volt. Méghozzá abból a szempontból, hogy nyelveket kellett tanulni az, hogy a terepen az ember hozzájusson ahhoz a tudáshalmazhoz, vagy megközelítéshez, amelyhez másképpen nem nagyon lehetett. Tehát nem volt elég oroszul tudni, amit mondjuk az ember összeszedett kényszerítettem, vagy lehetősége volt, így is lehet felfogni az iskolában, tanulmányai során, hanem a helyi nyelvekben is otthonosságot kellett szerezni, és erre volt jobb első tanszék, hiszen ott olyan nagy kaliberű tanárokkal találkozhattam, akik hajlandók voltak olyan nyelveket is tanítani, amiket ők nem ismertek, de tudták, hogy hogy kell megtanítani, és mi lesz hasznos nekem majd, ha én ezt el akarom sajátítani. Itt elsősorban egy embert kell kiemelni, Kara Györgyöt, aki úgy tanított Evenki, hogy nem hallott élő Evenkit, és így sikerült az alapokat megtanítani. Hozzá kell tenni, ez egy olyan nyelv, ami minden csoportjának, már pedig közel 100 csoportja van, mindegyiknek más ez a nyelvjárása. Tehát nem egy egyszerű, és egyiknek sincs elejét nyelvtan nagyjában. Tehát itt bekerültem egy ilyen belső-ázsiai közegben, párhuzamosan az antropológiai tanulmányokkal, és ez a közeg ugye felerősített bizonyos tudomány történeti vonalakat, néhány személynek a munkásságát, ami már érezhetően előtte is az érdeklődésem körében volt, de ez elmélyítette ezeket. Itt elsősorban két személyről van szó, Almási Györgynek a kirgiziai, tehát az angol beteg édesapjának a kirgiziai kutatásaim, kirgiz és kazakföldi, elsősorban kirgizről beszélünk, ez a századfordulón, és a másik pedig kapcsolódó kultúra, az Diószeki Vilmosnak a szibériai kutatásai. Mindkettő esetében én ugye Almási esetében Van Bérinek a követője, magát így definiálja, egy őshaza kutatás vonala, irányvonala jelentkezik, vagy a őshaza kutatás, Diószeginél pedig a sámánizmusnak, szibériai sámánizmus, ez már tehát a
magyar és a szibériai népi közötti kapcsolat. Mindkettőben én más potenciált látok. Különösen Almásnál azt látom, hogy egy ilyen protoantropológus típusa ő. Egy olyan személyiség, egy olyan világlátás egyén, aki képes volt meglátni olyan dolgokat is a terepen, amely nem volt benne az ő eredeti elképzeléseiben. Eleve az ős az a kutatáshoz, ő úgy állt hozzá, hogy ez csak egy beugró ahhoz, hogy valahol egy mély kutatást kezdeményezünk. Ez elég furcsa volt abban a közegben, amelyből jött, tehát abból a társadalmi közegből, ez a 19. század vége, 20. század eleje. De ő ezt komolyan is gondolta és véghez is vitte, hiszen egy 700 oldalas monográfiát publikált ősém nyomában, és elnézést, Vándor Tamás és szívébe, ami egy gyöngyszem szerintem a lehet mondani, rajznak, vagy most tudom, nehéz megfogalmazni, hogy mi az, de valójában a terek munkájáról és az akörül kirajzolódó tudásról értekezik. Tehát ezt láttam meg én a másikban. Diószegi Vilmosban viszont egy olyan törekvést nem sikerült mindmáig véghez vinni, de még mindig azt látom, hogy Diószegit elsősorban a szibériai társadalmak aspektusai szempontjából érdekel, és nem biztos, hogy a sámánizmus szempontjából, tehát nem a népügy szempontjából, hanem az, hogy ő terepen volt, Szibériában, egy olyan korban, amikor másnak nem sikerült terepre menni, és az a kontaktus, hogy ezekkel az emberekkel, akik vagy tudatában voltak egy legendisztikus rokoni kapcsolatnak a magyarokkal, vagy nem, de a Diószeg egy ilyen közegben mozgott, és ebből a szempontból nem nagyon nézték meg az ő munkásságát, és ezért van egy ilyen érdeklődés, hogy a terekkutatásai, tereknaplói levelezését vizsgálni, és ez alapján megérteni például azt, hogy ő volt az első ember, aki úgy gyűjtött hanganyagot ezeknek a népeknek a körében, mivel nem ismerte a helyi nyelveket, hogy megmaradtak eredeti párbeszédek a gyűjtés köréből, ami felbecsülhetetlen, hiszen az egészen addig csak a sámánének első hangját az utolsóig vettek fel a cári időben, hogy volt ezekben. Tehát ez az a közeg, amiben ez a kettősség, ami az én pályámat elindította, és ebből indultam valójában. A család közeg, hát az mindenkinek van, Gábor említette, hogy milyen őség voltak nekem, Kulák őseim voltak, tehát az is aztán később előjön, tehát a kutató személyiségének is szerepe van abban, hogy mi az, amit kutat, mi az, amihez hozzá tud férni, és mi az, amihez nem. Tehát én úgy gondolom, hogy a kutatásban, amikor érdekes nekem egy antropológiai mű, az emberekről szól, emberekről, akiknek személyiségük van, tehát személyekről szólnak ezek az írások. Ugyanúgy, hogy nekem is van egy személyiségem, amin keresztül dolgozok, nem absztrakt kategóriákról, hanem konkrét emberekről, konkrét történetekről, konkrét helyzetekről, konkrét magatartás formákról. Ezek után ugráljunk egy témát, hogy mit jelent számomra az antropológia, mit gondolom, hogy mi is az antropológia. Többször felmerült az, amit én belehallgattam a beszélgetésbe. Én úgy gondolom, hogy a szakirodalom, tehát ezt el kell mondani, hogy létezik egy antropológiai szakirodalom, van ennek egy nagyon komoly tudományos bázisa, ez több tízezer műről van szó, és ez ma jó részt angol nyelven elérhető, magyarul ennek csak töredéke, ez nagyon fontos a magyar nyelvi források, hogy az ember eljusson ahhoz, hogy angol nyelvű műveket. Létezik antropológia franciául is, létezik németül is, de ma jelen pillanatban az angol az a szaknyelv, ami fogockodót adhat valakinek, aki terepkutatás, egy antropológiai indítatásból terepkutatás során mások számára megfogalmazható gondolatokat akar
közé tenni. Hát erre egy példát mondok, amikor egyik nyugat-európai konferencián vettem részt, és valaki hozzászólalt, és nagyon nem tetszett az antropológusok hozzászólás, és olyan irodalmakra hivatkozott, akkor mondták, hogy mi ezt az irodalmat nem ismerjük, ez nem antropológia. Tehát ez volt a reakció az antropológus közegnek is. Ez elgondolkoztató, hogy ki mihez fér hozzá, milyen irodalomhoz, és min keresztül próbálja megfogalmazni a gondolatait, hogy mások számára is érthető legyen. Nyilván hatalmas jelentősége van már a tanulmányok során, hogy kik voltak az évfolyamtársai antropológus jelöltnek. Tehát kik azok az emberek, a barátok, akikkel közösen írtak dolgozatokat, hogy hatottak ezek egymásra, ez kimutatható. Kimutatható a PhD dolgozatokban, hogy 20-30% az közös az egy évfolyamban dolgozó, hasonló témán, hasonló régióban dolgozó kutatók között. Ez például a Caroline Humphrey Mongóliában kutató tanulmányi között nagyon jól érzékelhető, hogy mennyi az átfedés az évfolyamtársak között, és ez segíti értelmezni, hogy későbbiekben hogy generálódik már, mint kész antropológusok között diskurzusok, azon a bázison, hogy mit írtak közösen, közös gondolatként PhD dolgozataiban. Nyilván ez minden más tudományra így van, tehát én nem mondom azt, hogy... De ez érzékelhető, hogy létezik ez a tudomány. Léteznek műhelyek, nekem szerencsém Halléban és Cambridge-ben betekinteni abból, hogy mit jelent egy antropológus közel, hát Cambridge-ben több száz antropológus van jelen, különböző tanszékekhez, kutatóintézetekhez kötve, időnként megjelennek egy előadáson, hát van nekik egy heti szemináriumuk, nem is volt olyan szeminárium, nem is voltak azonos emberek, tehát a hatalmas mennyiségű kutatói gárdáról van szó, szóval hasonlókat lehet elmondani Halléról is. Tehát ott azokban a gondolatokban, azokban, hogy az emberek formálják a gondolatot, abban jelenik meg valami olyan, ami sajátosan egy antropológus gondolkodásnak lehet megfogalmazni. És ugyanígy a munkahelyeken is, tehát a Néprajzi Kutatóintézetben, ugye ott se egy antropológus közeg van, de van néhány szikrája ennek, és az ember ebben meg tud erősödni, amikor tud kollégákkal egy gondolatot meg tud beszélni, vagy nem tud megbeszélni. Tehát az értetlenség is segíti azt, hogy megerősödjön egy antropológus, most már kimondhatom, identitás. A másik, hogy jelen pillanatban én történészek között dolgozok elsősorban, és az is segít ahhoz, hogy megfogom az ember, hogy na, én nem ebbe az irányba akarok menni, álljon meg, tehát engem nem érdekel az, hogy történetet rekonstruáljak, akár társadalmi történetet, akár kultúratörténetet, hanem jelenségek leírása, tehát olyat, ami egy történettudományból érkező specialista nem biztos, hogy fontosnak talál. Ez is egy fontos momentum volt, hogy egy ilyen antiközegben formálódni, tehát abban is megerősödött tulajdonképpen az antropológus identitásom. Az az antropológia, amit én láthatóan szeretek, az vizualitás, tehát a vizuális, ez a miskolci csoportból érkező emberekkel jól megértjük, érthető a gondolkodás. Aztán irodalomtörténetben hatalmas hatása van, ez nem Magyarországon, az irodalomtudománynak, az antropológiáról, teoretikusan az, amit már megfogalmaztak 10-20-30 éve, az ilyen késéssel érkezik be az antropológiába egy gondolati kör. Filozófia, a francia filozófia az egyik legnagyobb hatású az angol szociál antropológiára, mire létrejönnek a fordítások. Addigra már Franciaország el is mint az ereje, de az angol közegben első Amerikába fordítják le a műveket, és mire visszakerül a brit szociálantropológiába, abban már 10-20-30 éves elcsúszás van. Tehát ennek van hatalmas jelentősége. És természettudományoknak is, nem az a természettudomány, amiből én jövök. Van pont egy francia iskola, talán két embert említenék meg, a Vincent Despré és az Isabelle Stengel, akiknek ők is nem franciák, azt hiszem, mint
barátunkban, akik ilyen fukói úton Latour hatására elkezdtek természettudományi paradigmaváltásokat kutatni, és ez nagy hatással volt az antropológiára. Na most azt nagyon nehéz megfogalmazni, hogy miért nem gondolkodok én társadalomtörténetben. Tény is való, hogy nem. Tehát valószínű, hogy szociológia vénám sincsen, mert ez az irány számomra valamiért nem érdekes. És a cultural studies, kultúra tudomány, talán magyarul le lehet fordítani, nem tudom, van-e értelme. Tehát az se igazából érdekes, amikor összegyűjtünk mindenféle információt a jelenségről, és azt közöljük. Tehát valószínű, mivel ebben én benne vagyok a kultúra tudományban, én úgy érzékelem időnként, hogy azt csinálom, valószínű, ami nekem hiányzik, az a terepmunka. Tehát a terep hiányzik abból egy olyan hatás, egy olyan különleges hatás, amit megszoktam Szibériában vagy máshol, és érzem a hiányát, amikor csak írott forrásokkal dolgozik az ember, vagy csak interjúkon keresztül. És ez ott látszik, hogy amikor szóbeli narratívákon keresztül dolgozok, akkor igyekszem megőrizni a riport helyzetekben, most tudom, hogy lehet mondani, tehát az adatközlés helyzetének információit, hogy ebben más is legyen. Tehát azokat a kereteket, ahogy létrejöttek ezek az információk, hogy ne csak tartalommal dolgozzak, hanem esetleg más formákkal, vagy módokkal. Tehát jutottam a terepmunkához, én úgy gondolom, hogy terepmunka van nagyon nagy jelentőségű egy antropológus személyiségének kialakulásában. Itt elsősorban néhányan vannak, akik állomásozó terepmunkán volt szerencsénk részt venni. Megváltozik, szerintem nagy lehetőség arra, hogy megváltozzon a kutató személyisége, olyan hatások érik, amik elképzelhetetlenek előre. Tehát olyan, mintha újra születne és egy új gyerek lenne. Nekem kétszer volt lehetőségem ilyenre, amikor távolban hosszú ideig egy közegbe záródtam be, és ez nagyon, nagyon fontos arra, hogy valami eredeti gondolat megszállja az embert, és aztán ezt ne engedje el, hanem a végsőbig kitartson, és próbálja ezt megfogalmazni. Idők során változtak az aspektusok annak hatására, hogy milyen közegbe kerültem. Például Cambridge-ben nagyon, nagyon erőteljessé vált a politikai közeg, tehát ott meg vannak győződve az antropológusok, hogy politikai tartalom nélkül nem létezik antropológia, tehát az nem probléma, amit el kell kerülnünk, hogy egy politikai tartalom felmerül, hanem ez annak jele, hogy jó irányba mozog az ember, és ebbe bele is mennek. Tehát ez ott egy természetes dolog, hát itthon nem hiszem kevésbé, tehát én azt hallottam végig névrajzosok idénként, hogy ilyen objektivitás, tehát lehet objektíven névrajzot művelni, miközben érdekes, hogy Cambridge-ben, nyugaton pedig pontosan az ellentétet, tehát a politikai tartalom az előtt olyannyira, hogy amikor az először magyarul megjelent könyvünket angolul ki kellett adni, és ugye ez pont egy ilyen furcsa megközelítés, nem annyira szokványos, nem annyira mainstream megközelítés, egy kibernetikus antropológiát szemszögből fogalmaztuk meg egy vadászgyűjtőgető társadalom működését, Tatjana Szafonovával a társammal, akkor az volt az angol kiadónak a kérdése, hogy fogalmazzuk meg a politikai helyzetünk. Fogalmazok meg, hogy miért választottuk a kibernetikus antropológiai módszert. Tehát, hogy ezzel kezdődött a mű, hogy erről számot kellett adnunk, hogy kerültünk mi ebbe a képbe. És ezt komolyan el is várták, tehát hogy ez nem lehetett nagyon viccesen elintézni ezt a kérdéskört. Most a másik, ami, tehát itt már említettem, hogy nem történelemtudományban gondolkodom, nem társadalomtörténelemben, nem kultúratörténelemben, sőt, még egyet hozzá kell tennem, nem is posztszovjet kontextusban. Ugyanis én azt tapasztaltam hálában, posztszovjet kontextusban, hogy rengeteg olyan kutató van, ez a posztszovjet címke alatt, amikor az előző időszakban nem kell foglalkozni.
találkozni. Tehát amikor te posztszovjet vagy, akkor te tudod a helyi nyelvet, tudod a, ott vagy terepen, tehát megvan a terepmunka, és tudod a nyelvet is, de nem tudsz oroszul, és nem tudsz hozzáférni, hogy honnan jött ez a, ez a közeg. Tehát pont egy kicsit szembeszállok magammal a társadalmi történet, vagy a történeti aspektussal, de, de látszik azt, hogy, hogy hát volt egy olyan vonal jelen környezetemben, úgy lehetett antropológiát végezni, poszt-szovjet címke alatt, hogy, hogy nem kellett, a, nem kellett volna mondjuk a magyar néprajz történetével foglalkozni az előző művekkel. Mondjuk ez, ez nem jó példa, mert a magyar az magyar. Az oroszban mondjuk egy üzbék vagy egy kazak kontextusban, vagy akár egy tuvaiban ezt meg lehetett tenni, anélkül, hogy a, az orosz kutatások, vagy az orosz meggondolás az előjött volna. Tehát szerintem van antropológia, poszt-szovjet antropológia, biztos az is van, de az, az kevésbé érdekes a számomban. A másik az, hogy létezett folyamatosan egy magyaros megközelítés. Tehát itt gondolok, tehát itt nem csak diószegiről és almásiról van szó, almási ugye a Vámbélit behozza, a diószegi barátosít, és diószegi meg nincs mit tévát is, akivel volt szerencsém találkozni. És közben meg a kollégáim is ott vannak a háttérben, tanáraim, Sárkány Mihály antropológiából meg kell említeni. Ugye folyamatosan egy történeti, társadalomtörténeti kontextusban folyamatosan arra ösztökéltek, hogy terepre kell menni. Tehát itt az volt, hogy most vagy soha. Tehát a 90-es évek, amikor megtörténtek a változások, a politikai változások lehetővé vált, nem nagyon volt tiszta, hogy hogyan, mert nem volt ez kijárva, hogy hogyan, de felmerült annak a lehetőség, hogy terepre lehet menni. Folyamatosan abba az irányba nyíltak meg a kapuk, mondjuk így, hogy, hogy egy állomásozott terepmunka létrejön, ez 2000-re jött létre. Tehát a hangsúly folyamatosan a terepen volt. A terepen, a nyelvismereten, még mit írtam itt össze, az, volt egy romanticizmus, exoticizmus az egész megközelítésben, ebben az van, hogy az utolsó helyet, tehát meg kell találni, még létezik valahol valami, amit meg lehet találni. Volt ebben egy archaizáló törekvés is talán megfogható. Na most ezzel szemben, amikor az ember kikerült ezzel az anyaggal háléban, mondjuk, egészen más elvárások voltak. Ugye a teoretikus, a módszertani megközelítéseknek a tisztázása, és publikációs kényszer folyamatosan, ugye egy publikációs kényszer, ami itthon, ugye itthon nem ez volt. Nyilván ez más fázisok is, más kutatói fázisokról is beszélünk, de ez érzékelhető volt. És meg kell mondani, azért most jelen pillanatban meg kell mondani, hogy igaza volt a kollégáimnak, akik erre ösztökéltek, mert ma megint bezárodott, tehát ez benne volt folyamatosan ebben, hogy most van lehetőség, és ez nem lesz mindig. És most kell menni terepre, most kell gyűjteni, ebből lehet hosszú éveken, évtizedeken keresztül dolgozni, és ez látszik, hogy ma ez sokkal nehezebbé vált, és szinte lehetetlen. Most nem csak erről van szó, tehát nem csak ilyen egyszerű a dolog, hanem amikor felépítünk magyarul egy szöveget, magamról beszéltem folyamatosan magam a társadalom, akkor egy ilyen problémával találkoztunk később, és nem csak egy magyar probléma, hanem talán egy kelet-európai probléma, hogy mi az érdeklődésünkön keresztül kutatunk, tehát mi azt kutatjuk, amit szeretünk, tehát van egy empátia azzal kapcsolatban, amit kutatunk. Ezt mondjuk azt mondom, ami nyugaton talán így mondanak, hogy a személyiségen keresztül kutató, tehát nem kutat olyat, amire nincsen érzékenysége, mondjuk így. Most amikor a szövegét szerkeszti az ember, akkor viszont kell találni egy ellenpontot. Tehát a nyugati publikációban nem arról szól, hogy az általam szeretett irodalmon keresztül adok számot arról, hogy mi történt velem, vagy hogyan kutatom. Folyamatosan egy párbeszédbe kell kerülni, egy vélt vagy nem létező, ez nem feltétlenül valós ellenfélvel, akin keresztül megfogalmazom a saját álláspontomat. Hát ez egy elég nagy különbség, és úgy gondolom, hogy mindmáig nagyon nehezen megvalósítható. Tehát egy ilyen Kelet-Európából hozott mentalitással
ez folyamatosan törekedni kell. Időnként azt érezzük, hogy, hogy így magát, fele, magát valamin keresztül, egy gyenge ponton keresztül kell felemelni az embernek, nem nagyon van hozzá kedve az embernek a gusztusa, de láthatóan ez benne van a nyugat-európai antropológiai gondolkodásban. Az akadémiai angol szövegnek a szerkesztésének a módja az erre épül, és tulajdonképpen, ha nem így fogalmazom meg másképpen, akkor legalább két teoretikus szállat kell lefuttatni egy-egy kutatáson keresztül, ütköztetni egy-egy műben, miközben nálunk ugye, ha egy volt, az nagyon jó volt már, hogyha egy ilyen keresztül az ember el tudta mondani, hogy mit akar megfogalmazni. Na most még talán nagyon röviden be is fejezném, hogy elmúlt az időm, az pedig az, hogy mit adott az, hogy idegenben való kutatás után helyzet ugye bezáródott a terep, ahogy említettem. Nem ilyen egyszerűen, tehát rá kellett erre folyamatos, szépen lassan eszmélni. Magyarán szólva, mi azt hittük, hogy Oroszországról publikálni érdekes lesz nyugaton, hiszen egy olyan anyaggal rendelkezünk, ami nem nagyon. És kiderült, hogy nagyon óvatosak politikai szempontból nyugaton a kiadók, és hiába van egy terepmunka, hiába van mögötte évek terepen töltött munkája. Nem könnyű kiadni olyan műveket, amelyek, hogy mondjam, provokatívnak tűnnek, vagy nem esnek egybe a éppen mainstreamként jelentkező hozzáállásokkal. Hát ez így alakult, ez minden szinten érzékelhető ez a dolog. Emiatt, ezt csak azért mondtam el, hogy emiatt egy magyar terepben kezdtünk el mindketten külön-külön gondolkodni Tatjánával, és azt arról szeretnénk néhány szót mondani végül, hogy mit hozott elő ez. Tehát egy rendkívül izgalmas dolog. Tehát amikor Magyarországon nyitottunk terepet, felerősödött a nyelvnek a jelentősége, hiszen a nyelvi finomságot az anyanyelven keresztül olyan terekbe lehet betekinteni, amit hát most Szibériában hiába beszél majd mindenki oroszul, hiába beszélnek időnként burjátul, amit szintén ért az ember, vagy jemenkül különböző mértékben. Azért azok a szemiotikai terek, amik megnyílnak egy magyar terepen keresztül, azért az félelmetes. Tehát az egy egészen más kutatás. Azzal együtt, hogy elveszik ez a romantizáló, exotizáló vonal is, sőt erre kell törekedni, hogy exotikussá tenni egy kicsit a magyar terepet, ami Szibériában adott volt, tehát teljesen más stratégiákkal kell küzdeni, és sőt, és a másik pedig, hogy egyre modernebb, tehát modernebb képet kell mutatni, noha nem biztos, hogy a téma annyira annak tűnik első pillanatban. És tehát nagyjából ezeket szeretném elmondani, hogy milyen érdekes jelenséget figyelhetünk meg azzal, hogy egy távolból haza érve. És mindez még mindig az antropológiai keretein belül érzékelhető számomra. Végül is még egy mondatot szeretnék elmondani, vagy talán egy gondolatot, hogy tehát én azt látom, hogy egy antropológia akkor lesz érdekes számomra, amikor az ember érzékel egy paradoxont, egy helyzetet, amit értetlenség sokkal egy kicsit értetlennek, érdekesnek találja. Aztán meg érzékeli annak, hogy mi lehet az oka ennek, mi van a hátterében ennek a paradoxonnak, és akkor megért egy ilyen etikai közeget, hogy na most akkor van-e értelme, el kell egy dilemmát belül fel, hogy most van-e értelme ezt a paradoxont feloldani, vagy nem. Tehát most itt igazságot akarunk tenni, vagy nem. Mi maga a paradoxon, vagy maga a problémában mi a szerepe annak, hogy létrejött egy ilyen visszás helyzet. És én úgy gondolom, hogy nem az a cél, hogy feloldjuk ezt, hanem hogy ezen keresztül leírni jelenségeket. Tehát a paradoxonokon keresztül leírni jelenségeket, és megőrizni ezt az izgalmát ennek a jelenségnek, és úgy számot adni a dolgokról, amelyek aztán az
írásban is vibrálással jelentkezhetnek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, akkor ahogy jeleztem, itt most nem fogunk beszélgetni. Kristóf Ildikót kérem szépen, hogy... Bocsánat, azért ha... Ne, az volt a kifejt kérdés, hogy ne reagáljunk. Az... Elnézést, valaki magával vitte a távkapcsolót? Itt a távkapcsoló, ez az. Itt volt, igen. Kedves konferencia, én igazából nagyon örülök, hogy Éva, illetve Krista előadása után kerülök sorra, hogy ez egészen tegnapig nem így volt, vagy tegnap előttig nem így volt, de ez egy nagyon szerencsés dolog, ami itt történt. Éva előadására is, és Pista előadására is azt gondolom, hogy fogok tudni valamilyen szinten reagálni. Egy harmadik irányból, az én saját irányomból. Mindenekelőtt én nagyon szeretném megköszönni a meghívást erre a konferenciára. Nagyon-nagyon megtisztelőnek éreztem, de nagyon sokat tépelődtem miatta. Egyrészt nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy én mivel készüljek, másrészt viszont, hát ugye több fórumon is szembesülnöm kellett azzal, hogy a generációnak más, kiváló képviselői, néprajzkutatók, antropológusok, folkloristák, kutatóintézeti, egyetemi, múzeumi, budapesti és vidéki szakemberek nincsenek itt a most előadók között. Ahogyan nincsenek itt a nálam egyel följebbi, idősebb generációból is olyan nevek, akik nélkül hát alig a lehetséges erről a, konkrétan erről a korszakról, annak egészéről valamiféle képet kapni. Ezt én nagyon sajnálatosnak gondolom, és nagyon remélem, hogy a következőben megpróbálunk valamiféle módot találni arra, hogy ezt pótoljuk, akár úgy, ahogy beszéltünk erről, hogy csináljunk egy második konferenciát is, ugyanerről az időszakról, 85-2010. Ami most már engem élek személyesen, én hát bizonyos mértékig speciális, én is speciális témákkal foglalkoztam, vagy foglalkozom, így a meghívásban felkínált lehetőségek közül én is ennek a saját történetnek a lehetőségét választottam. Azt próbálom meg a következőkben áttekinteni, hogy hogyan ágyazódott be az én saját fiatal kutatókorom, egyetemi hallgatótól a kandidátusi fokozat megszerzéséig, meg egy kicsit azon túlnyúló időszakon, az itt tárgyalt korszakban, annak kb. Az első felébe, és annak a nagyobb tudománytörténeti, tematikus és módszertani kontextusaiban. Hogyan tudja egy kutató a saját történetét hiteles módon egyrészt érzékelni, másrészt érzékeltetni másokkal, eldönteni, hogy mi is abban a lényeges, vagy mi volt abban a lényeges, illetve mi az, ami kevésbé, miről gondoljuk, hogy kevésbé az. Nyilvánvaló, hogy az e fajta kiemelések mindig szubjektívek és szándékoltak lesznek, és az egész törekvés egyfajta ilyen állandó reflexiót igényel. Ez utóbbi pedig az idő előre haladtával újabb és újabb vonulatokat helyezhet előtérbe, és láthatat fontosnak ebből a tudománytörténeti múltból. Ezt a folyamatot csak nagyon határozottan lehet ezen vagy azon a ponton megállítani, leállítani, ám a hirtelen megállítás ára az, hogy az ember mindig csak pillanatfelvételeket kap. Vannak azonban kiváló gondolkodók, akik próbálkoztak már ilyesfajta önreflexív tudománytörténettel, és itt most előttem szólókon kívül van egy a francia történet tudományban egy úgynevezett ego-histoire, vagy öntörténetírás, Pierre Nora és a többi kísérlete 1987-ből. Az ő példájukat próbáltam valamennyire követni, hát ugye nagyon messziről, és talán így akad remény az én számomra is, hogy be tudom valahogyan illeszteni a munkáimat, a saját kutatástörténeti múltamat,
a megfelelő összefüggésekbe, vagy legalább néhányba ezek közül. Nos, én belőlem egy ilyesfajta kísérletet hívott elő ez a felkérés. Leültem és írtam 20 oldalt, amit nyilván nem fogok tudni most felolvasni, de legalább egy részét azt megpróbálom elmondani. Előjáróban szeretnék néhány alapdolgot elmondani magamról, ennek a mikroszkóp alá venni kívánt időszaknak a keretei között. A korszakunk legelején 1987-ben végeztem az ELTE-n történelem néprajzszakon. Azóta folyamatosan a Magyar Tudományos Akadémia Néprajztudományi Intézetében dolgozom, a főállású 94 óta tudományos főmunkatársként. A disszertációmat, doktori, illetve aztán kandidátusi disszertációmat a korszakunknak a közepetáján, a rendszerváltást közvetlenül követően 1991-ben nyújtottam be, és 93-ban védtem meg. A témája, ahogy azt ugye a jelenlévők közül nagyon sokan tudják, az a boszorkányüldözés volt, a boszorkányüldözés vallási és társadalmi háttere a korai-kori Debrecenben és Bihar vármegyében. Ez egy nagyon intenzív, levéltári feltáráson alapuló, lokális, társadalomtörténeti vizsgálatot jelentett Kócs Éva témavezetésével. Az első terepem az tehát a debreceni levéltár volt. A rendszerváltás után megnyíló lehetőségeknek köszönhetően azonban 1991 és 1995 között az Atelier francia-magyar doktori iskola tagjaként több részletben doktori tanulmányokat folytattam Párizsban, az École des Hautes Études en Sciences Sociales intézményében, ahol egy nagyszerű professzor Roger Chartier tanítványa lehettem, koraújkori kommunikáció, könyv és olvasás történet témában. Később, korszakunk közepe felé, majd a második felében, 2001-ben, 2004-ben és 2008-ban hosszabb időket tölthettem az Amerikai Egyesült Államokban, összesen 7 hónapot. Itt egyrészt lehetőségem volt órákat hallgatni a University of Kansas Indigenous Studies programjában, egy kansasi kisvárosban, Lawrence-ben, másrészt pedig részt vehettem egy indián egyetem, a Haskell Indian Nations University által rendezett konferenciákon. Megismerkedhettem amerikai őslakos értelmiségiekkel, ugye indián, idézőjelben értelmiségiekkel, és sok szempontból az ő instrukcióik szerint családom társaságában bejárhattam számos rezervátumot, illetve őslakos kulturális régiót, Arizonától Virginiáig, illetve a kontinens másik oldalán, a Csendes-óceán parti Washington államig. Ezeknek az indián egyetemeken szerzett tapasztalatainak a nyomán kezdtem el aztán az etnológia vagy kulturális antropológia történetével magyarországi kibontakozásával foglalkozni, körülbelül 2001-ben az itt tárgyalt korszak közepetáján. Én elsősorban az úgynevezett nyugati félteke őslakos népeinek a magyarországi recepcióját kezdtem mutatni, ezt csinálom ma is, hazai levéltárokban, tehát amerikai indiánok, csendes-óceáni és ausztráliai őslakosok, valamint az északi inuit népeknek a történeti recepcióját mutatom. Végül annyit szeretnék még hozzátenni ezekhez az adatokhoz, hogy gyakorlatilag 1993 óta folyamatosan oktatok az többé-kevésbé folyamatosan oktatok az ELTE-n, elsősorban történettudomány, illetve néprajzi programokban. A továbbiakban 4, illetve csak 3 kutatási témáról fogunk beszélni, amelyeket a korszakban én átműveltem, egyesekkel közülük ma is foglalkozom, és amelyek úgy látom, most innen visszatekintve, hogy a maguk korában tényleg ilyen szélesen nagyobb tudománytörténeti és metodológiatörténeti kontextusokba ágyazottak. Az első az a boszorkányüldözés kutatása volt, ugye ezzel kezdtem. Éva nem beszélt erről a területről, úgyhogy nekem most alkalmam van egy kicsit ebbe belenyúlni, bár igazándiból én ezt csak a valahai, a 80-as, 90-es évekbeli fiatal kutatónak, a diáknak a látószegéből próbálnám meg megtenni. A második az az olvasás és a kommunikáció kutatása. Ez volt nekem az első nagy posztdoktori témám a 90-es években, máig tartó oldhatatlan szerelemmel az úgynevezett régi könyvek iránt. Ez sok tekintetben a 90-es évek Párizsához kötődik, Roger Chartierhez, valamint egy módszertani továbblépéshez, amiről majd fogok beszélni. A harmadik az a mikrotörténetírás,
Ahogyan sokan mások körülöttem abban a korszakban, akár Franciaországban, akár Magyarországon, én is kaptam egy elég erőteljes inspirációt ezen a területen, aminek szintén lettek, illetve vannak máig tartó nyúlványai. A negyedik pedig, amiről már nagy valószínűséggel nem tudok beszélni, ez az utazás és tudománytörténet. Ez a legfrissebb, ma is művelt kutatási témám, de a szemléletében, a metodológiájában ez is tulajdonképpen erre a mi most vizsgált korszakunkra megy vissza, annak az elméleti kutatás módszertani útkeresésében, újításaiban, és ezekben az amerikai-indián tapasztalat, amerikai-indián egyetemeken szerzett tapasztalatokban gyökerezik. Nézzük először az elsőt, a boszorkányüldözés kutatásának a kérdését. Ahogyan Éva említette volna nyilván a magyarországi boszorkányüldözések tanulmányozására, 1983-ban létrejött kutatócsoport megszületése, felállása a szocializmus utolsó éveibe ágyazódott. A csoport vezetője Éva volt, a legaktívabb alapító tagja pedig a történész középkor kutató Planicai Gábor, aki abban az időben az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem közép- és koromikori egyetemes történeti tanszékén oktatott. Én az ő előadásain és szemináriumain, valamint Dömötör Tekla óráin ismerkedtem meg a 80-as évek második felében a francia mentalitástörténet és az angol-amerikai-francia történet alapjaival. Dömötör Tekla kiváló európai színvonalú népszokás és népítórákat tartott, és gyakorta voltak átfedések az ő általa és Planicai Gábor által tárgyalt francia, angol és német kutatók, nekünk ugye tananyagok és kötelező olvasmányok között. Én eredetileg egyáltalán nem akartam a boszorkányüldözésekkel foglalkozni. Eszembe se jutott. Sokkal jobban érdekeltek a népi kultúra a kora újkori úgynevezett megreformálásának a kísérletei a különböző vallási felekezetek részéről. Protestáns reform kísérletek, orvos reform kísérletek, stb. És fösztörű felekezet, aki Európában ugye létezett. Ez volt ugye a kiváló angol történésznek, Peter Burke-nek az egyik nagy akkori témája, és ez volt az, amiben én igazán szerelmes voltam. Csak hát nagyon vonzónak találtam azt szakmailag is, meg emberileg is, hogy ahogyan akkor folkloristák, történészek, levéltárosok egy csoportja elkezdett együtt dolgozni a magyarországi boszorkányüldözések megértésén, és elkezdett létrejönni, én úgy érzékeltem, egy ilyen társadalomtörténeti szempontú hiedelemvizsgálat, amiből ugye Éva elég sok mindent elmondott. Mindez pedig egy egyre nyitottabb kutatási légkörben és térben történt. A rendszerváltást közvetlenül megelőző, illetve az azt követő években számos új történeti és társadalmi megközelítés, irányzat érkezett, majd a politikai nyitás után valósággal ömlött be hozzánk. Akkor kevéssé volt érzékelhető, ma már annál inkább, hogy ezek az irányzatok a maguk forrásországaiban korán sem voltak egyidősek, sőt néha kifejezetten egymás kritikáját jelentették. Megjelent az elsősorban angol társadalomtörténet, az angol és francia intellectual history, a francia kvantitatív történelem, a szintén francia mentalitások története, ami nevével ellentétben szintén a kvantitatív történet írása.